Folytatódik a Csillagpont Rádió közéleti magazin műsora, és hát az élet úgy hozta, hogy ma reggel a közéleti sávunk mindkét fél órájában kiállításokról, tárlatokról beszélhetünk, és most is így van ez. Két vendégem érkezett a stúdióba, Ádám János, az Észak-Magyarország fotóriportere, illetve Barna Laci, a Miskolci Kulturális Központ munkatársa, fotósa. Szervusztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Köszönöm, hogy itt vagytok. Nagyon elkezdtük az előbb a beszélgetést, igen. Laci meg is kérdezte, hogy adásba vagyunk-e, mondtam, hogy még nem, de akkor most folytassuk majdnem, hogy ahol abba hagytuk, de azért mondjuk el a hallgatóknak, illetve én elmondanám, hogy szeptember második hétvégén rendezte meg ugye a város második alkalommal a Színva Örökség napokat, nagy sikerű rendezvény volt ismételten, és tulajdonképpen az utolsó, a záró mozzanata a ti közös kiállításotoknak volt a megnyitója. A Színva összekölt, ezt a mottót is mondhatnánk talán, vagy a Színva mindkét arca, miénk, ilyeneket találtam, közös kiállítás, és hát tulajdonképpen kezdjük talán azzal, hogy mi volt a motiváció a közös munkának, és akkor talán folytathatjuk, hogy ki kitől tanult sokat annó. Magáról a kiállításról annyit, hogy jött ez a felkérés Jani által, tehát őt kérték fel, aztán Jani egy hirtelen gondolattal. Illetve, mondta, bocsánat, én ajánlottam magam, igen, ő éppen a sajtótájékoztatóján voltam fotózni ennek a rendezvénynek, és akkor is szerényen megjegyeztem, vannak nekem ilyen színvás fotóim, és van egy nagyon jó barátom, aki szintén fotózza, igen, a Színvát, és hogy egy közös kiállításra én szívesen jelentkeznénk, és akkor így jött a lehetőség. Gyakorlatilag rendelkezés állt annyi fotó, hogy igen, ezt a kiállítást, igen, ezt el kellett helyezni gyakorlatilag a Művészetek Háza galériáján. Jó helyen kérdezősködtek, mert valóban van rengeteg fotója Janinak is, nekem is a Színváról, viszont annyi hát szerénység nélkül az ötlet gazda én voltam, hogy legyen a Színva két arca, ugyanis aktuális volt, mert nem sokkal előtte volt az árvíznek, igen, a nem is tudom most így konkrétan hanyadik évfordulója, ugyanis ott pedig hát ugye a Színvának a rossz oldala, az áldáz oldalát szerette volna bemutatni, és szerencsére volt egy olyan anyagom, a 2015-ös árvízet, azt végig fotóztam, és arra gondoltuk, akkor legyen egy ideologizált, egy szép Színva, és legyen egy úgymond csúnya Színva. És akkor ebből adódott ki aztán a kiállítás. Ugye Fedor Vilmos, a Színva Örökség napokat létrehozta tulajdonképpen, vagy ötletgazdája, azt Vilmos mondta, nincs olyan miskolci család, amely ne kötődne a Színvához. Hát azt gondolom, hogy ezt Vilmos ti is elmondhatjátok magatokról ilyen-olyan formában. Természetesen. Hát gyerekkorunktól kezdve. Igen. A Színva mellett laktam még régen a Hofmanottó utcán, és akkor oda jártunk le. Hát nem pancsolni, mert akkor nem ilyen volt a víz, hanem akkor a gyár beleengedte az összes dühét, úgymond, és nagyon csúnya, ilyen zagy, ilyen nagyon kávébarna színű volt, de attól függetlenül a lábunkat azért áztattuk benne. Nektek fotósoknak mit jelent az, hogy Miskolc városán keresztül 20 kilométeren át vezet a Színva? Mert hogy a Színva Örökség napok is tulajdonképpen erről szólt, hogy egy közösségépítő esemény is egyúttal, hiszen a különböző városrészek kötődtek a Színvához, voltak programok, és hát a ti kiállításotok volt tulajdonképpen az utolsó záró mozzanata, igen, igen, ennek a rendezvénynek. Hát, hogy nekem mit jelent a Színva? Az eredet, mert hogy egy kicsit más szemüvegen keresztül, igen, látod, nem? Amikor belenézel, igen, a fényképezőgépbe. Hát kezdjük az eredeténél, a forrásnál. Tehát, hogy a forrásnál, ahol megjelenik az éltető víz. És egy csodálatos helyen folyik végig. Aztán utána szépen szétterül, és ezzel, hát egy kicsit költőjén mondom, népeket szorít, ölel magához. És ahogy végig folyik a városon, úgy valóban minden egyes városrészt összeköt maga a hídjaival, a kis átkelőivel, tehát, és ugye a vége, és tényleg így van, hogy a Miskolc közigazgatási határának pont a vége, ahol a Sajóba ömlik, úgyhogy ez ritka, hogy egy város ilyen kis patakkal, olykor pedig folyammal rendelkezik. A Miskolciak nem mondhatni abszolút a sajátja, hiszen a képek által is lehet mondani, hogy otthon vannak? Mik voltak a visszajelzések a tárlatról? Hát igen, igen, mindenképpen. Mert, tehát én inkább az erdőben
lévő szakaszát szoktam megörökíteni a színvának. Amikor van szabadidőm, hétvégén megyek ki a Bükkbe, már fényképezőgép nélkül, csak a okostelefonnal a zsebembe, és azzal is nagyon nagy csodákat lehet varázsolni. Hát, és én a részleteket igyekszem megjeleníteni, tehát nem patak szakaszokat, hanem belemenni a mélységekbe. De a gördülő kövek a patakban, a színes falevelek ősszel, a fény, hogy megcsillan a víz felületén, csodálatos dolgok, és pont ez a szándékom is, hogy olyan dolgokat megjeleníteni, amit mellett esetleg elsétál a kiránduló, vagy hogy ezt nem is gondolta volna, vagy nem látta, hogy ez ilyen. Sok mindent meg tudtak mutatni, ugye, a képek által, igen. És ugye a színva két arca, igen. A kiállításnak tulajdonképpen a mottója vagy a címe, igen. És János, neked jutott az a rész, amikor hát a nyugalmát mutatod a színvának, a különböző szépségeit az évszakváltások kapcsán, Laci, te pedig hát inkább a háborgó részét, hiszen igen, itt utaltál a 2010-es árvízre, amit végigfotóztál. Én is láttam, és hát valóban elrettentő képek, hogy mivé tud alakulni ez a patak, ugye? Igen, hát egy kis patakocska, igen, és hát a lezúduló víz azért elég durva dolgokat tud csinálni. Hát a képeken látszott egyébként, sajnos, ugye, nem tudunk itt képeket mutatni, de valószínű, hogy valahol még ez meg fog jelenni. Tehát, hogyha ha így lesz, akkor majd üzenünk. Fogom igen. Beszélni. Tehát, hogy jövőben. Ajánljuk máshová is szívesen, igen. Jó szívvel, akár a városon kívül is, hogy igen. Megmutassuk, ugye, a mi kincsünket. Mert hogy ezek örök képek, én azt gondolom. Igen, ugye, mindkét igen. Vonatkozásban. Azt mondtam itt a stúdióbeszélgetés előtt, és cáfoltátok, hogy az, hogy János a színvának a szebbik oldalát, vagy arcát mutatja, te pedig a háborgót, az annak köze van a ti személyiségetekhez? Mert hogy én Jánost ismertem eddig személyesen, és hát tudom, hogy egy csendes, egy nyugodt ember képét mutatja. Téged, Laci, nem ismertelek eddig személyesen, de azt mondtátok, hogy nem, ez nem így nem, van, nem, hiszen nem, te is tudsz nem. Nyilván, és nem, van is igény arra, igen, hogy... Ez egy feladat volt, uh-huh. Tehát tulajdonképpen, és kapóra is jött, mert hogy megvolt ez az anyagom. Tehát nem mostanába készült nyilvánvaló, de én körülbelül oda tartozok a hova Jani lelkileg, tehát nyilvánvaló, hogy a szépet kell meglátni, de meg kell látni a fonákját is. Akkor ez most egy ilyen munkamegosztás volt a igen, képek igen. Részletekről, de azt mondtátok, hogy majd fordulhat a kocka. Igen, akár. Igen. Mert hozzátenném, hogy én is kim voltam az árvíznél, tehát nekem is persze, vannak nyilván. Árvízes fotóim, de most nem ez volt, tehát most annyi árvízes fotót mutassunk be, hanem mert alapötlet volt, hogy nekem ezek a lírai művészi szándékú fotóim vannak a színvárral, és akkor Laci kitalálta, amit említett, igen. Hogy legyen akkor a színvá. Sőt, azt hozzáteszem, hogy az enyém nem is ő kimondott természetfotó, mert úgy lett megkérdett valami, ő inkább dokumentalista. Uh-huh. Fotók készültek nyilvánvaló olyan szemszögből, hogy azért a művészi dolgokat is bele tudtam rakni. Tehát itt az emberi sorsokról volt szó, egy tekintet, egy például előttem van egy kép, ahol egy nénike a kapun áll kizúduló vízbe, a falba támaszkodik, és néz előre, hogy mi lesz még. Tehát és akkor a kétségbeesés háttal áll, de látszik uh-huh. Rajta. Tehát, és akkor adódik bennem a kérdés, hogy mik voltak a visszajelzések a nagy közönség részéről, mert például, hogyha ez a néni esetleg látta saját magát, bár azt mondod, hogy nyilván hátulról látszik, nyilván a színva, a víz a lényeg, de azért itt ebben a képben akkor egy emberi sors is visszatükröződik, azt pontosan. Gondolom. Tehát innentől kezdve ugye egy dokumentarista kép, ahogy te is így mondod. Van, így van. Mit mondtak a látogatók? Mert azt gondolom, hogy miskolciként mindenki a sajátjának hát, valhatja egy picikét ezeket a képeket. Hát a visszajelzések nagyon jók voltak. Tetszett mindenkinek, úgymond. Nagyon sokat írtak be a vendégkönyvekbe, bár még nem nagyon olvastuk el. De tényleg, akivel beszéltem, és aki látta ezeket a képeket, ezt a kiállítást, ez mind nagyon jó véleménye volt, és nyilvánvaló, hogy ösztökéltek bennünket arra, hogy ezt kéne folytatni, és akkor
itt aztán jön a bejelentés, hogy nem hagyjuk abba a Jani barátommal ezt az egészet, mert... Mert hogy elárultátok, hogy ma leszeditek a kiállítást, tehát innen éppen oda mentek, és is véget ér a tárlat. Igen, de már a megnyitó, a kiállítás megnyitó után rögtön fölmerült egy olyan közös együttműködés. Hogy alapítunk egy csoportot ketten. Ezek szerint a siker az inspirált benneteket a továbbiakra? Igen. Igen. Mert hogy ketten alapítotok egy egész társaságot. Így van. Igen. Igen. Társulatot. Ami hogyan fog működni? Kontraszt, igen. Tehát itt már a nevében. Nem véletlen, van, ugye? Igen. Csoport, igen. Két ember alkotja a csoport. Mint régen, ugye, GMK vagy nem tudom, mik voltak ilyenek. Na mindegy, ez nem ide a kontraszt azt is jelenti, hogy egy kicsit továbbra is majd megosztják a feladatokat? Igen, arra utal. Igen, arra pontosan, hát ezt találtuk ki, és nem árulok el vele titkot, hogy a következő kiállítása anyagunk ugyan kontraszt lesz, tehát Jani az erdőt fogja megfényképezni, de az elmúlás pillanatában, tehát ősz, ugye remek lesz, mert pont most jön az őszi, az elmúlás, a dolgok, én pedig az urbáros, a városi környezetbe fogom ugyanezt bemutatni. Nagyon érdekes lesz, kíváncsian várjuk majd. Tehát a természet, ugye az erdő és a város, a kapcsolatok. Vagy ha nem is konkrétan az elmúlást, hanem az is benne van a pusztulás, de hogy mondjuk textúrákat. Tehát én mondjuk a fatörzseknek, a kérgeinek. A máló vakulatot, meg egy csomó minden. Itt van a fejemben, sőt már. Most nem mondom, Jani, nekem is, már az anyag is gyűlik. Még már azóta fotóztunk is. Igen, gondolom, hogy már van. Hogy telefonnal, de olyan jó témát találtam bent a belvárosban, hogy mondom, ezt nem hagyom ki. És alakul már esetleg a tárlat közös kiállítás időpontja? Ja, még nem. Hát egyelőre még csak az anyagot kell. Hogy még alakul a társaság. De itt ajánljuk magunkat. Hogy lesz egy ilyen belátható időn belül, de addig is, ugye, ami most volt kiállításunkat, jó szívvel ajánljuk további bemutatásra bárhol. Tehát akár felkérésre elviszitek bárhova? Igen, a Színva két arca című kiállításunkat. Hiszen az is érdekes lehet szerintem, hogy ha ezzel az összeállítással kiléptek a város határain túl, mert szerintem nagyon érdekes lehet ez egy másik városban, egy másik megyeszékhelyen is akár, ugye? Jó gondolom? Annyira nem lokális ez igen. az anyag. Csak a miskolciakat azt gondolom nagyon szívén találja, de talán más mondani valója lehet, vagy más megvilágításba helyezheti egy másik városban talán. Igen, mindenképpen. Tartok, hogy tehát érdekesnek érdekes lesz. Beszélgettünk arról, a közös munkáról, hogy ki tanul kitől, és akkor Laci azt mondta, hogy tulajdonképpen a mestered ül melletted. Jaj, sokáig az asztal fiókba voltak a képek, hogy kerültek elő onnan? Hát ez úgy került, tehát sokáig, én nagyon-nagyon régen fotózok, hát elárulom, hogy az idén töltöttem be a 69. évemet, úgyhogy jövőre 70, tehát ami annyit, hát ha 10 éves koromban kezdtem el fotózni, akkor ki lehet számítani röviden, hogy hány éve fotózok, de mindig tényleg valóban úgy szoktuk mondani, hogy az asztal fióknak. De nyilvánvaló, hogy rengeteg képe van, régen diafotóztam, de diára készítettem képeket, több ezer van abból is, de miután a digitális technika megjelent, hogy sokkal elérhetőbbé váltak ezek a dolgok, és hát ugye dolgoztam, nem mutattam meg senkinek, csak otthon nézegettem, és egyszer összefutottam a Janival, összeismerkedtük, és mondtam neki, hogy félve ugyan, mert tudtam, hogy kicsoda, és félve ugyan, de felajánlottam, hogy megtekintésre, hogy nézd már meg, hogy szerinted, hogy én ezzel most mit kezdjek, és hát az első válasza szinte egy napon belül visszaérkezett, hogy Laci, ebből neked kiállítást kell csinálni. És akkor még nem gondoltad, hogy közös kiállítás lesz belőle, ugye? Ez akár már régen volt. Régen. Nagyon régen. Hát, vagy egy 20 éve. Kb. 20 éve volt, vagy 15, így körülbelül, és az ifjúsági házba rendeztük meg.
Hát azóta túl vagyok én is már. Igen, hát persze, hát nyilván ezt azért ne hallgassuk viszont el, hogy itt közben... közös kiállításon még nem sok volt. Egyéni kiállításon vagytok túl. Igen, van. Igen. Az jut eszembe, mondtad az életkorodat, és én itt tágra nyitottam a szememet, mert hogyha megkérdezted volna tőlem, akkor nem ennyit mondtam volna semmiképpen sem. Ezek szerint ennek van egy olyan üzenete is, hogy amit az ember szeret csinálni, mert hivatása is, hobbija is, az fiatalosan tartja akár? Teljes mértékben, igen. Érdekes, hogy nyilvánvaló, hogy az életkoromból adódóan vannak már nyavajáim, de amikor a gépet a nyakamba akasztom, akkor minden elmúlik. Tehát akkor nincs lábfájás. Akkor olyan vagy, mint a színben, akkor... amikor a szép arcát mutatja. Én ezt tanúsíthatom. Szoktunk igen. találkozni sajnos rendezvényeken, igen. és igen. akkor Laci teljesen átadja magát az alkotás igen. örömének. És milyen érdekes, János, sokat jársz ide a megyei kórházba is, akár különböző rendezvényeken fotózni, teljesen igen. más világ, azt gondolom. De azt mondod, hogy amikor aztán szabad idő van, és nem az Észak-Magyarország fotóriportereként dolgozol, akkor szívesen mégy a bűk. Be. És az előző vendégeim, akiket ismertetek, ugye szintén egy kiállítás kapcsán beszélgettem velük, azt mondták, hogy nagyon fontos a ma emberének a csend és a nyugalom, meg hogy egyáltalán észrevegyük, de hát egy ilyen képek, vagy egy kiállítás megtekintése kiváló alkalom erre. Egy kicsit talán buzdítjátok az embereket, hogy ezáltal, a képeitek által menjenek a természetbe? Ha nem is ragadjanak igen. fényképezőgépet, bár a telefon igen. mindenkinek ott van a kezében, de hogy valóban menjenek a bükkbe, mert hát itt van. Igen, mindenképpen, és itt van elérhető közelségben. Nem titkolt célom is, hogy, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy óvjuk is ezt a természetet. Tehát nagyon nagy kincs, és vigyázzunk rá. Sajnos gyakran tapasztalom, hogy az erdőt járom, hogy rengeteg eldobált flakon mindenféle szemét van. Talán az is megérne egy fotót. Hát igen, néha le is fotózom, vagy szemétkupacot, autó, gumiabroncsoktól kezdve minden borzasztó. Hát és csak hogy, azokban kiállításra való vagyok, hát nem, az a baj. Csak hogy pontos, tehát hogy az is a cél, hogy ezeket bemutatva már a színváról, vagy az erdőről készült. Én nem tartom magam természetfotósnak, csak szeretem az erdőt, meg a természetet, és szeretem szerényen fotózni. Szerényen nem tartod magad annak. Jó, ezt nem is. Nem. Eltettük a fiókba ezt a gondolatot. Igen. És hogy tényleg, tehát azzal a céllal is, hogy ezt a csodát, ami körülvesz minket, vagy amiben élünk, itt a Bükklábánál, és hogyha kimegyünk az erdőbe, akkor nagyon vigyázzunk rá, és óvjuk. És azt hallottam, hogy egyre inkább, ahogy te is mondod, a fényképezőgépet otthon hagyod, mm-hmm. kvázi leteszed a munkát egy kicsit az Észak-Magyarországnál, és kezedbe veszed az okostelefont, és innentől kezdve ez már nem munka, ez már hobbi? Abszolút nem munka, így már semmiképpen. Mert nálam, tehát a hivatásom a hobbiból indult, tehát én is nagyon régóta, hogy Laci is az ő fotós pályafutását felvázolta, és gyerekkorom óta fotózom. Több fotóklub tagja voltam, ahol elsajátítottam a szakma, vagy illetve a fotózás csinyát-binyát, és hogy annyira szerettem ezt, hogy aztán hivatásommá vált, de a hobbi is megmaradt, tehát mert ezt most már külön kell választani. Igen, de hogyha valaki annyira szereti a hivatását, hogy még szabad idejében is űzi, hát jó nem, lehet más lehet környezetben. Nem lehet kikerülni. Aha. Nem mindenképpen. Kikerül, akkor is úgy járok, kelek az erdőben is, hogy figyelem. Csak hogy, a látásszög is a látásszög változik. Jó, gondolom, hogy minden. Ti azért teljesen más szemmel nézitek a világot, akár ha telefonba néztek és fényképezni akartok, vagy a fényképezőgépbe, egyszerűen ki tudjátok ragadni azokat a pontokat, amiket érdemes megörökíteni, megjeleníteni. Sok ember elmegy olyan dolgok mellett, ami minket de, igen. Amit mi észreveszünk. Mm. Tehát sokszor volt olyan, hogy baráti társasága, vagy esetleg a gyerekeimmel, a feleségemmel mentünk valahol, ugye ott lóg a nyakamban a gép, és egyszer csak néni, megláttam egy érdekes, és kérdeztük, hogy vetted észre? Mm. Tehát, másképp dolgozik a ti szemetek, én azt gondolom. Mi radarozunk igen, állandóan. Igen. Mi az is, milyen szögből. Szerintem tehát... ez is lehet fárasztó, de aztán a bükkbe meg ki lehet pihenni, hát ugye? Jól gondolom? Én azért megyek az erdőbe, hogy pihenjek, és hogy a csend, ahogy... Köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon elszaladt az időn, kicsit tartottatok a beszélgetéstől, de mégis nagyon jót beszélgethettünk Ádám Jánossal és Barna Lacival. Köszönöm szépen, hogy a lehetőséget.